Sziasztok, Dóri vagyok, ez az Ülj le könyves csatorna, és a mai videó egy bookshelf tour lesz. Tartsatok velem! Úgy gondoltam, hogy szeretném nektek megmutatni azokat a könyveket, amik között a mindennapjaimat élem. Ez most elsősorban ezeket a fehér IKEA-s polcokat fogja jelenteni. Ezt a kettőt, ami mögöttem van, illetve van kettő még balra is. És majd szeretnék egy második videót is készíteni a fő könyves polcunkról, ami a legnagyobb könyvek tárolására alkalmas bútor a házban. Azon nagyon-nagyon sok könyv van. De gondoltam, hogy kezdjük kicsiben, egy picit egyszerűbb, én is tanulom ezt a típusú videóformátumot, és remélem, hogy tetszeni fog nektek majd ez a videó. Ezeken a polcokon olyan könyvek találhatóak, amik közelebb állnak a szívemhez jelenleg, vagy olvasásra várnak, esetleg aktuálisan olvasom is őket. Hogyha esetleg találtok majd olyan könyvet a polcon, amit szerintetek már nagyon-nagyon régóta el kellett volna, hogy olvassak, akkor írjatok két szót kommentben, olvasd el. Ahol nem fogom tudni, melyik könyvre gondoltak, azt is írjátok meg. Úgy gondoltam, hogy kezdjünk azokkal a könyvekkel, amiket hétről hétre láttok a hátam mögött. Ez ugye kettő polcot jelent, a bal oldalin Gárdonyi Géza munkássága, illetve az ő életéről, írásairól szóló könyvek találhatóak. A jobb oldali polcot pedig talán egy kortárs irodalommal, valamint irodalomtörténettel, versekkel kapcsolatos polcnak neveznék, ha már nagyon muszáj lenne elnevezni. A Gárdonyi polcot most csak így e-mailámmal mutatnám meg, mert készülök nektek egy olyan videóval, amin pontosan megmutogatom, hogy milyen könyvek vannak nekem tőle. Itt a főleg a felső két polcon a Dantec kiadások láthatóak, valamint a régebbiek, plusz az Ida regénye. Kicsit lentebb már megvan ugye a milliószor emlegetett láthatatlan ember képregényes és regényes formája is, és itt a legalsón pedig a Gárdonyival foglalkozó kötetek, amibe beletartszik a titkos írásáról szóló könyvecske, illetve az emlékház prospektusa, nem tudom, hogy pontosan azt minek lenne ildomos nevezni. Na de hagyjuk is most el Gárdonyit, majd találkozunk vele hamarosan. Lépjünk át inkább a jobb oldali polcra, ahol szegény Krúdinak kiég a feje ettől a kamerától. Az első könyv az Vörös Sándor és Károlyi Émi élete képekben. Ez pontosan azt tudja, mint amit a címe is sugal, a két szeméről tartalmaz fotókat. Még nem olvastam, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mik vannak benne. Ezután egy szerintem nagyon hasznos könyv, a Magyar Irodalom képes könyve, ami egészen a korai írásos emlékeinktől egészen sokáig, már nem tudom pontosan, hogy meddig tartalmaz információkat, de most itt találomra belelapozva, ez már itt Babics. Vannak benne egyébként képek, források, szerintem tök jó, nekem nagyon tetszik, és most már nem leejteni. Igen, lehet, hogy picit nehéz lesz majd visszaszuszakolni bizonyos könyveket, a bénázásért ezúton is elnézést tőletek. Ezután három olyan könyv található, amiket a könyvhéten vettem, mind a három képes könyv, képes album, fotóalbum, nem tudom, hogy mi ezeknek a pontos megnevezése. Mixert Kálmán, Karinti Frigyes, illetve Kosztolányi Dezső összes fényképét tartalmazzák ezek a könyvek. Szerintem nagyon szép igényes kiadások, ezeket a Petőfi Irodalmi Múzeumnál, múzeum standjánál vettem. Ezután a Magyar Irodalom története egy 1849-ig, illetve 49-től 1909-ig. Azután Háj János, kik vagytok ti? Itt látszik, hogy már olvastam, mert van benne ilyen kis bigyóka. Nekem ez már ilyen, hogy minden érdekes idézetet be szoktam cetlizni. Aztán ez Söpflin Aladárnak a Magyar Irodalom története a 20. században, ez egy egészen régi könyv, nem tudom, hogy pontosan mikor jelent meg. Aztán
Persze, hogy lelögtem Krúdit. Na mindegy. Aztán Szerb Antalnak a magyar irodalom történet, illetve a világirodalom története, és Babitstól az európai irodalom története. Ez is egy régi, régi könyv, de egész jó állapotban van. Korához képest jól tartja magát. Itt a háttérben megbújik egy képeslap, szintén Petőfi Irodalmi Múzeumos vásárlás. Ez a kis üvegcse a pénzekkel, ez egy molyos kihívás miatt született meg, a Spóroljunk össze magunknak egy könyvet, szerintem ez már kettő lesz belőle, de maradhat. Bartis Attilát, kortárs szerzőnket én nagyon szeretem, a Nyugalmat már olvastam tőle. Kicsit para ez a szem, szóval nem nagyon raknám előre a könyvek között. Az Eltűnt idő nyomát pedig a férjemtől kaptam meg, szerintem tök jó borítója, amit fantasynek is be illene. Ezután egy Bereményi Géza könyv, az Azóta is élek, ezt a könyvhéten sikerült is dedikáltatni. Egyébként Bereményi Géza nagyon szimpatikus volt, beszélgetést kezdeményezett, és szerintem én borzalmasan feszengős vagyok minden egyes dedikáláson, de nála sikerült egy pár értelmes szót is kinyögnöm, azon kívül, hogy kinek szeretném dedikáltatni a könyvet. Egy Bodor Ádám kötet, tőle még csak egyetlen egy novellát olvastam eddig, de szerintem szeretni fogjuk egymást. Borbély Szilárd nagyon sokáig nem kapható kötete a Nincstelenek, aminek szerintem tök jó borítója van, és ugyanezzel adott még ki a Jelenkor legalább egyet. Dragomán Györgytől a Mágia és a Rendszer újra. A Mágiát én a könyvhétre felfelé utazva kezdtem el olvasni, és dedikáltattam is Dragomán Györgyel, aki szintén nagyon kedves és közvetlen volt. Mondjuk nem nagyon volt negatív tapasztalatom, hála Istennek, a dedikáló írókkal kapcsolatban. Eszterházy Péter, akitől finoman fogalmazva is rettegek, mert egy nagyon nehezen olvasható szerzőről van szó, viszont annyira híres és annyira elismert, hogy nem nagyon szeretném őt kihagyni. Itt egy Étót Judit kötet, a Bőrészség, Gurubi Ágnes Szív utcája, amit én nagyon szerettem, és Gurubi Ágnes is egy nagy... Úristen, szamárfül! Bocsánat, egy első segélyt nyújtok gyorsan a könyvnek, mert ez tűrhetetlen. A beteg túlélte. Ja. Szóval Gurubi Ágnes nagyon kedves vele egyébként, Messengeren is váltottunk egy pár szót, és tényleg le a kalappal a könyv előtt, illetve maga a személy előtt is nagyon-nagyon kedvelhető karakter. H. János könyvei, ami szerintem baromi jó pofák, hogy kiadják majd az író nevét, hát igen, nekem a já az hiányzik még, de nagyon szépek egyébként ezek a borítók, és az ötödik pecsét, ami kicsit fentebb van, ez pocketbook, ez az egy paketem van, de ez majd biztosan meg fog még változni. És az, igen, a Hozott lélek az, amit dedikáltattam. Hát H. János az egy akkora sort álltam ki, hogy nagyon elbizonytalanodtam a végén, hogy szükségem-e van-e nekem erre, de kitartottam, és nem bántam meg semmit. Harag Anita, aki Margódias volt, szerintem ez is egy tök jó könyv, igyekszem nem árnyékolni magamnak túlzottan. Aztán Kafka Margit, Színek és évek, nagyon szeretnék megismerkedni a kicsit kortástól korábbi magyar női íróinkkal is, mert nagyon elhanyagoltam őket. Hát Krasznahorkai Sátántangója egyszerre zseniális könyv, és egyszerre úristen. Nagyon nehezen boldogultam vele, de a zseniálitása az abszolút tagadhatatlan. Krusovszki Dénestől az Akik már nem leszünk sosem, én szerettem ezt a könyvet. Igen, egy korábbi videómban mondtam, hogy Márainak ezzel a kötetével mennyire megszenvedtem, így erről inkább nem szeretnék most beszélni. Moldova György magányos pavilonja, vele is sikerült találkoznom a könyvhéten, igazából elég sok mindenkivel, szóval nem volt egy
Sétagalop, mert rengeteg mindenkit terveztem be magamnak, mint például ugye Nádasdy Ádámot. Ebből a novellás kötetből még csak azt hiszem az első két novellát olvastam, de ezek nagyon tetszettek. Péter Figergellyel még nem tudom hányadán állunk, a golyó, amely megölte Puskinnak, csak egy egészen kis részét tudtam elolvasni, valamiért nekem az nem esett jól. Seffer Erzsébet, Történetek útközben, ez is egy dedikált példány. És a Szvoren Elina gyűjtemény, tőle is van egy dedikált könyvem, a Nincs és Ne is legyen, de ez épp kölcsönben van, így azt nem tudom nektek megmutatni. Tarsz Sándortól a Mi utcánk, ez egy nagyon jó pofa kis magvetős kiadásban van, szerintem nagyon tök jó színe van. Tóth Krisztinától a Hazaviszlek jó. Igen, Vámos Miklósnak a interjúkötetei, a Kedves kollégák, egy Vida Gábor. És itt van két könyv, amiből most csak egyet láttok, a Mi vagyunk a medvéket, ezt olvasom jelenleg, illetve Stephen Kingtől az Írásról. Ez a kettő az aktuális olvasmányom, általában ide szoktam őket tenni. Na hát most már majdnem hasalok, szóval igyekszem nem ténylegesen hasra esni. Itt található a Szabó Magda gyűjteményem. Ezek közül én nagyon szerettem az Abigailt. Az Őzet szerintem nem értettem meg teljesen, szóval azt mindenképpen szeretném újraolvasni. Itt látjátok a Katalin utcát, ami a klasszikus könyvklub, amit ugye a booktuberek indítottak, a klasszikus könyvklubnak a novemberi olvasmánya. Erre hamarosan sort fogok keríteni, és egy nagyon kedves kötetem, a Mondják meg Zsófikának, ami egy dedikált példány, erre nagyon büszke vagyok, hogy a tulajdonomban van, és nem is egy friss kötet gyakorlatilag. És a Pilátus, ami összetörte a szívem, aztán összerakta újra, és biztos vagyok benne, hogy még össze is fogja majd törni. És akkor mehetünk a legalsó polcra, ami egy ilyen verses válogatás gyakorlatilag. Ady Endrétől Petőfin keresztül Vajdáig, illetve Vörös Martival bezárólag itt elég sok minden van, és egy Gárdonyi Szatyor, aki most csak ott a jobb szemével kukucskál kifelé. És most folytassuk azokkal a könyvekkel, amiket normál esetben nem szoktatok látni. Ez a másik két polc, ami tőlem balra van, és mindig arra szoktam kukucskálni, hogyha valamerre nézelődök. A bal oldalin főleg a Skifi könyveim vannak, plusz a Tolkientől a Hobbit és a Gyűrűk ura. Itt láthatjátok az Elektronikus államot, ami egy zseniálisan jó olvasmányélmény volt novemberben. Hasonló formátumú könyvet én még soha nem olvastam, de biztos, hogy ezek után... pont itt sikerült kinyitni az egyik legjobb képnél. Biztos, hogy ezután a másik két magyarul megjelent könyvét is meg fogom venni. Mögötte pedig a Galaktika magazinjaim vannak, a Galaxisüti kalauz topposoknak, amit egyben én nem tudok elolvasni, mert nagyon töményen vicces. Ezután a számomra nagyon-nagyon szeretett, illetve fontos író Isaac Asimov, a robot történetek, ezek ilyen régi, nagyon jó kis retrós kiadásban vannak meg. Ugye az Én a robot, igen, egy kicsi Dr. Humánia, de éppen még a józanész határain belül, talán. Ezeket a gabós kiadásokat én nagyon szeretem, mert szerintem tök jó borítóik vannak. És ugye itt a kis bögretárdiszom, aztán a birodalmas részek. Hát ebből még közel sincs meg mind, de bízom benne, hogy egyszer majd sikerül beszerezni az összeset. Ezek ilyen kis tényleg ilyen kis vegyes vágott. A Skifi mestereinek is nagyon hangulatos borítói vannak szerintem. Na de menjünk lejjebb egy picit. Itt vannak a Ray Bradbury könyvek, a Mosbéli krónikák, ezek a jó kis Európa zsebkönyves kiadásban van meg. Szerintem ezeket a borítókat valakinek ki kellene állítani, mert valamelyik vicces, valamelyik meg zseniálisan jó. Ezek a minimalisták viszont nekem nagyon tetszenek az Ágávétól.
Lily Brooks Daltontól az Éjféli ég volt. A filmet én nem voltam hajlandó megnézni, de a könyv szerintem tök jó volt. Egy kis Arthur C. Clarke, a gyermekkor vége, ez a borító nagyon para, biztos nem aludnék vele egy szobában. A távoli föld dalait pedig meg nem olvastam tőle, ez már egy kicsit szolidabb, ez már kevésbé zavarna. Philip K. Dick következik a sorban, szintén ugye ágávés kiadások, Dr. of Radikálisa, illetve Gabriela Eld fiatal írónő könyvei, Fehér Klárától a Földrengések szigete, ez talán albatrosszos, vagy Dennis Delfines, ez már nagyon régi könyv, ez még úgy látom könyvtári volt, ez egy 68-as, aha. Azt hiszem, hogy Fehér Klárától az Oxigéniát olvassam, és az nekem nagyon tetszett. Hát igen, az egyik kedvenc, abszolút kedvenc sci-fi íróm, aki magyar és kortárs, ő pedig Brandon Hackett. Tőle nagyjából minden megvan most már, és a Xenó kivételével mindet olvastam is. Ezután Vivien Halloway steampunk sorozatai, amik szerintem ezek is dedikálva vannak. Talán pont a Mesterkulcs, nem? Mert úgy emlékszem, hogy ezt már olvastam, mire eljutottam a dedikálásra, és ezt nem vittem magammal. Igen. Na nem baj, de vannak ilyen tök jó hűtőmágneseim. Nekem nem túl sok könyves erekém van, de talán ezen a jövőben majd változtatni fogok. Aldous Huxley-tól a Szép új világ, amit már nagyon-nagyon régóta kajtattam, és ezt a szabadossági könyvesboltjában, a Libertinben vettem meg. Már egyszer el akartam kezdeni, látszik itt is a kis cetlim. Takami Kósuntól a Battle Royale, ami egy brutális olvasmány volt. Lengyel Péter, akitől még csak olvasni akartam, még ezt az Óga második bolygóját nem olvastam tőle. Stanislav Lem, aki az a kategória, hogy nem tudom, hogy hányadán állunk vele, mert nem kimondottan tetszik az írás stílusa, de nem tudom abba hagyni. Szóval, hát kicsit fura. Aztán ugye két Orwell, a két szinte kötelező Orwell, az Állatfarm és az 1984. Nekem ilyen diákkönyvtáros kiadásban vannak meg, hát ez a borító sem a szépségéről híres. A másikon azt hiszem, hogy Orwell arcképe van, az már egy barátságosabb könyv, igen. Szóval itt a legalsó polcon elég sötét van, remélem azért még láthatóak lesznek a könyvek. Sixinliu, gigantikus háromtest trilógiája, ami az egyik legeslegjobb sci-fi élményem volt ever. A Hangyák és dinoszauruszok, amiről egy nem annyira túl régi videóban beszéltem, ugye ez a kapszulakönyvtáros kiadás, ami nekem nagyon tetszik. Ken Liu-tól az Istenekkel nem lehet végezni novellás kötet, aminek vannak jobb és rosszabb darabjai, de összességében pozitív élmény volt az olvasása. Adrian Csajkovszkitől még csak a Hadállatot olvastam, tehát az Idő gyermekei az még abszolút várat magára. A Géplélek egy olyan könyv, amit nem is tudom, hogy akarok-e majd olvasni. A molekuláris, nem tudok beszélni, szóval a molekuláris kávéházat azt évekig hajtattam, és azóta sem olvastam el. Nektek vannak egyébként így ilyen könyvek, hogy így évekig keresitek, megszerzitek, és így, jó, felrakom a polcra, ez baj lesz valami. Nem értem, na mindegy. Andy Vert-től a Mars és az Artemis. Én a Marsit sokkal jobban szerettem, a Hail Mary küldetést még nem voltam hajlandó megvenni. H.G. Wells, mint egy kis klasszikus science fiction, és a hatalmas nagy szerelem Zsoldos Péter, akitől a távoli tűz, mint észrevettem, három példányban van meg, mert miért is ne? Szerintem ezek a könyvek minden sci-fi imádó polcának a fontos-fontos kellékei, és mindenkinek el kellene olvasni, aki szereti a sci-fi irodalmat, mert nagyon-nagyon izgalmas a világépítése, a gondolatai. Fú, olvashatok Zsoldos Pétert, komolyan, nagyon-nagyon jó. És itt egy teljesen random Batman, én úgy tudom, ez azért van nekem itt, mert van benne egy Asimov történet talán, és a nyikorgú idegen Detto, ez is ilyen delfines régi könyv, hogyha jól szétnéztek otthon, vagy a szüleiteknél, lehet, hogy ti is találtok valami hasonló könyvet. Még ezeket nem olvastam el.
És akkor utolsóként menjünk végig a legeslegutolsó polcomon is, ami egy teljes káosz, ne várjatok semmilyen rendszert az ég egyet a világon, magam sem tudom, hogy ezt itt mi szerint pakoláztam be. Kazuo Ishigurutól a Napok romjai, amit én nagyon szerettem, és említettem, hogy a végéért imádtam. Edgar Allan Poe-nak az összes elbeszélése, aztán Delia Owens könyve, az Ahol a folyamirákok énekelnek, ami egy nagyon felkapott könyv volt, talán tavaly, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy ez tavaly volt. Akkor aktuálisan nagyon szerettem, bevallom, most már nem sok mindenre emlékszek belőle. Krenc Nóra Szilánkja, ami olvasásra vár, azért van most még a polcon. Susan Collinsnak az Éhezők viadala, amiről gőzöm sincs, hogy miért van most a polcon. A Gésa emlékiratai, ami nekem egy nagyon fontos könyv, mert sokszor olvastam, és lehet, hogy még fogom is. A Hiúság vására, amit nem is olyan régen szereztem be, az Európa kiadótól, illetve Ken Follett katedrálisában a régi fehér kiadásban, azóta már megvan a Gabótól az újabb kiadás is, a teljes sorozatot abban vettem meg, és szerintem nagyon szépen mutat, de az a lenti könyves polcunkon van. Már nincs annyira túl sok, tartsatok ki, nagyjából egy polc van hátra. Itt van Muskát Anitának a három könyve, amiből én a Horgony helyet is az Irha és Bört már olvastam. A Bábel fiait pedig a könyvhéten vettem meg, és Anitánál is egy hatalmas-hatalmas sort kellett végigállni. És most a hosszú sorokról jut eszembe, hogy Brandon Hackettnek is van egy könyve, amit dedikáltam, és nem mutattam meg nektek, de hát majd orvosolni fogjuk ezt is. A jövőben mindenképpen Margaret Atwood olvasásra vár, az Ehető nőjével, és felborítok mindent, mert miért ne. Viktor Pelevin, aki egy nagyon izgalmas írónak tűnik, de még nem olvastam tőle. Sylvia Plath szintén, ha így kell kimondani a nevét, de ezek a helikonos kiadások engem fixen megvesznek kilóra, illetve Jókai Anna, aki ezt a Kafka Margitos vonalat erősíti, hogy nagyon szeretném megismerni a picit régebbi magyar női íróinkat is. Túl sok nincs belőlük, ha jól tudom, de aki van, azt szerintem illene ismernem. Aztán Alice Walker Bíbor színje, ami szintén az Európa kiadós rendelésemmel érkezett hozzám. Egy kis pszichológia, transzgenerációs könyv, ugye az Örökölt sorsok, John Williams-től a Stoner, amit én imádtam, a férjem pedig nem értette, hogy mit lehet ezen imádni. Nem vagyunk egyformák. Boris Vian Tajtékos napok, ezt mindig szeretem a közelemben tudni. Aztán Erdősereni, Elvesztek Párizsban, igen, és itt a Műszótól a Most, szerintem ez a könyv le fog innen kerülni, mert nem hagyott bennem annyira mély benyomást, mint szerettem volna. Itt van néhány könyvjelzőm, ezeket teljesen véletlenszerűen tárolom a polcokon, és a leglehetetlenebb helyekről is elő tudnak kerülni néha. És akkor már csak egy polc van hátra. Arany Jánosnak a balladái ebben a csodálatos kiadásban, amit próbálok nem lejteni, de mindenképp szeretném megmutatni nektek, hogy milyen szép rajzok, grafikák vannak benne. Az Ágnes asszonyt én nagyon imádtam már gimnáziumban is, de ez a verzió pedig még sokkal sokkolóbb. Aztán itt van néhány egészen régi kötet, a Moritztól a házasságtörés, amit az előző videómban is mutattam nektek, vagy az előttiben. Aztán Kruditól a Hét bagoly, ez egy elég régi kiadás, ő is az a projektem, 22, az az egyik olyan projektem, hogy szeretném ugye nem csak a női régebbi klasszikusainkat megismerni, de azért a férfiakban is jó lenne egy picit rendet tenni a fejemben, hogy kit szeretek, és amúgy kit nem. Itt van Homérosz Iliásza, ami egy nagyon régi kiadás, antikvárium.hu-ról rendeltem, szerintem nagyon szép. Ez egy illusztrált darab, és mindjárt mondom, hogy mikori. Ez 1902, szóval nem mai gyerek. És ilyen kicsit ilyen színezettek a lapélek, és vannak benne ilyen gyönyörű szép grafikák. Nagyon szeretem. Aztán Bródi Sándortól válogatott írások.
Tőle nem olvastam még semmit, a Gárdonyival való viszonya miatt szeretném megismerni az ő munkásságát. Aztán itt van utolsóként Markus Zusaktól a Könyvtolvaj angol kiadása. Ezt mindenképp ezzel a borítóval akartam megszerezni, mert szerintem fantasztikusan jól néz ki. És most, hogy lenéztem, találtam még egyetlen egy könyvet árválkodni az egyik polcon. Ez pedig Vladimir Szutyejevtől a Vidám mesék, ami egy végtelenül aranyos könyvecske. Csodálatosan szép rajzokkal, aranyos történetekkel. Minden gyerekesnek ajánlatom. Vegyétek meg a gyerkőcöknek, mert biztos-biztos szeretni fogják. Nagyon köszönöm, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a fajta tartalom, hogyha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, én pedig sok szeretettel várlak vissza titeket jövő hét hétfőn is, addig is legyen szép napotok és hetetek, sziasztok!